Cseh Tamás dalokszínházi környezetben, színészek és zenekar előadásában. Ez a Váróterem című előadás, amit Pécsen a Kodály Központ közönsége láthatott szeptember 6-án. Ez egy nagyon erős, jó színész csapat jött össze, ezt őszintén mondhatom, és egy nagyon izgalmas kísérlet volt, hogy 2 évvel ezelőtt, hogy egy Cseh Tamás emlékestet csináljunk, de másféle formában, mint amikor csak kicsit kiállunk és énekünk, hanem mindenféle stílusú színész az ő saját előadásában, hogy elképzeli, énekli, a keresztestomi rendezésében, és hát egy kicsit a koncerttől többet akar nyújtani. Egy nagyon erős zenei mix a másik János Bereményi Cseh Tamás kultúra. Hát ebben mindenki próbálja a saját dalait személyességgel megtölteni, hogy itt mindenkinek 3-4 perce van arra, hogy igazából lekösse a nézőt, és ez egy nagyon érdekes kihívás. Hát az első és az utolsó szám biztos, hogy fontos keretet foglalja meg, de nyilvánvaló, hogy ezeket az apró mikro megfigyeléseket, amit Bereményi csodálatosan csinál, mondjuk egy váróterembe, vagy egy kocsmába, vagy egy házi buliba, azokat mind nem reprodukálva, hanem bizonyos érzelmi hullámokkal van megtöltve ez az egész. És igazából így talán még élvezetesebbé tudja tenni a nézőnek a befogadást. Nekünk a magyar viszoszki, nekünk is van, az egy megkerülhetetlen helyzet, hogy ő mikor gitárra kiárt, néha-néha másik Jánossal, de főképpen ez esete 98%-ban egyedül lépett fel. Itt viszont egy nagyon erős zenei matériát kellett teremteni. Szabó Tamás, az ország legjobb szájharmonikása, nagyon jó zenészek a Giró Gábor, nagyon erős csapat van itt, és hát ők sok komoly munkával csiszolgatták a hangulatát a számoknak, és próbáltak a legideálisabb a hangszerelés megadni neki, és hát ezt halljuk most 6-7 zenész, nem kísér, hanem főszereplője ugyanúgy az esnek. A dramaturgia az igazából az kell, hogy ahogy megyünk a vége felé, egyre jobban összefoglalja az elmúlt évtizedek történéseit, és hát a legvége az a 10 év múlva, az bizonyos helyen már úgy énekelték, hogy 20 év múlva, 100 év múlva, hát szóval nyilvánvalóan nem akar az ember nyersen politizálni, de hát ez meg volt írva annak idején, szóval ebben nincs semmi. Mi azt énekeljük, amit akkor is ott gondoltak és éreztek a Cseh Tamás és a Bereményi. Az újjáélesztett és újraértelmezett Cseh Tamás legenda a Bonus Track Band és 10 másik színész kíséretében volt látható a Pécsi Kodály Központban. 2009-ben búcsúztunk el Magyarország 20. századi krónikásától, Cseh Tamástól, aki generációk számára nyújtott meghatározó élményt. Yeah.
Szent Szent.